Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, tartsanak velünk! Koszorúzás, kiállítás és ünnepi megemlékezés, április 12-e a felvidéki kitelepítettek emléknapja. Bunaras 50 nagyszabású programsorozattal várják az érdeklődőket. Jótékonysági bál Attalán, a helybeli iskolásokat támogatják. Petőfi Sándor művei a költészet napján, interaktív élőzenés előadás a Dombóvári Művelődési Házban. A Mágocsi, Dombóvári és Kaposszekcsői önkormányzat közös koszorúzást és ünnepi megemlékezést tartott a felvidéki kitelepítettek emléknapján, április 12-én Mágocson, az Ady utcai emlékműnél. Az évfordulóhoz kapcsolódva, mint oldott kéve, felvidéki magyarok a völgységben címmel tekinthető meg az az időszaki kiállítás is, mely főként személyes visszaemlékezésekre támaszkodik, és arra keresi a választ, hogy a lakosságcsere milyen változásokat hozott az emberek, családok életében, akik a kitelepítések áldozataivá váltak. 1947-ben, április 12-én indultak meg a felvidékről azok a vagonok, melyek a kitelepítésre ítélt családokat szállították az anyaországba. Az úgynevezett lakosságcsere egyezménynél Magyarországnak nem volt választása. Csak Mágocsra 189 család, azaz 616 személy érkezett, hangsúlyozta a felvidéki kitelepítettek emléknapján tartott mágocsi megemlékezésen Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikai felelős államtitkára. Ezek a történelmi események sajnos újra meg tudnak ismétlődni. Mi felelősségünk az, hogy mindig figyelmeztessünk, és tőlünk lehető bármit, vagy legtöbbet tegyük meg annak érdekében, hogy hasonló történelmi megrázkódtatások se a mi nemzetünket, se pedig velünk együtt élő nemzettársainkat, nemzetiségieket ne tudják érni. Ez a mi közös felelősségünk, és mondhatjuk azt, hogy ez nem is kevés. Hargitai János, a térség országgyűlési képviselője beszédében azt emelte ki, hogy Mágocs a vármegye egyik olyan települése, ahol az elhurcolt németek és a kitelepített magyarok emléke előtt tisztelegve egyaránt emlékművet emeltek. Felvidéken az akkori Csehszlovákia területén meg akartak szabadulni az ottani magyaroktól, és azért kidobták őket az országból. Teljes jogfosztással járt, és ide betelepítették éppen ezeket az embereket a mi térségünkbe, ide Mágocs térségére, ahol hála Istennek békében élnek egymás mellett is. Remélem ezzel a mondattal, ettől a mondattal eltérően, ami most a Mágocsi színpadon látható, olvasom is, ide-oda vándoroltunk, nincsen sehol hazánk már. Remélem, hogy a felvidékiek itt megnyugvást és hazát találtak ebben a térségben. A Mágocsi, Dombóvári és Kaposszekcsői önkormányzat közös megemlékezésének részeként a résztvevők megkoszorúzták a felvidéki kitelepítettek és a kiűzött németek közös Ady utcai emlékművét. A csehszlovák-magyar lakosságcsere következtében 1947 és 48 között mintegy 23 ezer család érkezett Magyarországra. A völgység 22 településén 33 község magyar lakói találtak otthonra. Az egy-egy faluba 6-8 helyről érkező családok tagjainak nagy erőfeszítések árán sikerült beilleszkedniük. Megszakadtak rokoni, baráti kapcsolatok, elveszítették addigi közösségüket, otthonukat. Mint oldott kéve, felvidéki magyar a Völgységben címmel tekinthető meg Mágocson, az időszaki kiállítás a kitelepítés évfordulójához kapcsolódva. A Művelődési Házban tartott ünnepségen beszédet mondott mások mellett Bódogné Petes Janka, felvidéki leszármazott, akit a Dombóvári Civil Tanács 2021-ben civil díj elismeréssel jutalmazott. Én második generációs felvidéki gyermek vagyok, igaz, hogy én már itt születtem, de szüleim és nagyszüleim felvidékiek, és elmeséltem a felvidéknek, és itt is elmondhatom, hogy az egész kitelepítésnek egyetlen egy nagyon-nagyon nagy pozitív hozadéka volt, hogy a szüleim itt ismerték meg egymást, és én megszülethettem, és megszülethettek a testvéreim és azonok a testvéreim. Igen, ez egy kicsit így furcsa kijelentve, de számomra ez egy hatalmas élmény. A kiállítás főként személyes visszaemlékezésekre támaszkodik. Arra keresi a választ, hogy a lakosságcsere milyen változásokat hozott az emberek, családok életében, akik a kitelepítések áldozatává váltak.
Nagyszabású programsorozattal várják az érdeklődőket május 19-én és 20-án Gunarasban. A népszerű üdülő idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. A programok között lesz többek között rokmajális, kézműves foglalkozások, előadások, kiállítások, vetélkedők és nyaraló szépségverseny is. 1973 óta elválaszthatatlan egymástól Gunaras és Dombovár. A népszerű fürdőhely ugyanis ekkor kezdett el kiépülni. Mai napig nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a városnak van egy üdülővezete. Ez az üdülőzebet nyilván város fejlődési rendelességeit ugyanúgy észrevette, mint ahogy a városban lakók is. Nyilván Gunarasnak voltak nagyon szép pillanatai és voltak kevésbé szépek. Azt hiszem, hogy megint elérkezett a pillanat, és ezt nem az 50 évhez kötöm, amikor örömmel tapasztalom, hogy újból nyüzsög és tele van élettel Gunaras. Nyilván egy fürdő életében és annak életútja is a vásárlók szokásai szerint kell, hogy alakuljon mindig. Nyilván ezeknek a trendeknek Gunaras megpróbált mindig megfelelni, és azt gondolom, hogy azok a fejlesztések, amelyek mentén eljutottak ma idáig, nagyon fontosak. Hiszen azon túlmenően, hogy egy fürdőhely volt, kialakult egy rehabilitációs központ is, folytatta a polgármester. Pintér Szilárd arról is beszélt, hogy a fürdő vezetése és a város viszonya nem volt mindig felhőtlen. Már azonban olyan jó viszony alakult ki, hogy a helyi vállalkozásokkal karöltve együtt ünneplik meg az elmúlt 50 évet. Május 19-én és 20-án jubileumi programmal várják az érdeklődőket, többek között rokmajálissal, foglalkozásokkal, árusokkal, előadásokkal, kiállításokkal és vetélkedőkkel. Úgy készülünk, hogy mindenki talál a programok között magának valót, és hát elsősorban azért a nosztalgia egyében, tehát főleg 70-es, 80-as évekre, ha itt a fotókra gondolunk, viszünk ki a könyvtárosokkal a régi retro társas játékokat, olyan játékokat, amiket abban az időben játszottak. Tehát egy kicsit ilyen időutazásra hívjuk az érdeklődőket. A jubileum alkalmából lesz még egy különleges nyaraló szépségverseny is. Nem sokára egy ilyen felhívást fogunk minden postaládába bedobni. Itt részletesen le van írva, hogy hogyan lehet erre pályázni. Azt kértük, hogy maximum 5 fényképet juttassanak el különböző csatornákon hozzánk, vagy a Művelődési Ház e-mail címére, vagy hogyha valakinek könnyebb, akkor a portán borítékban leadni, illetve a Művelődési Ház Facebook messengerére esetleg átküldeni. Ez április 30-áig fog, vagy azt kérjük, hogy addig történjen meg. Ezután egy zsűri kiválogatja az általuk legszebbnek tartott 3 ingatlant, melyekre interneten lehet majd szavazni. Május 20-án egyébként az érdeklődők még betekintést nyerhetnek a Deák Attila kapospulai festőművész által szervezett táborba is egy nyílt nap keretein belül. Jótékonysági bált rendeztek a Tolna vármegyei Attalán. Az Attala Községért közalapítvány már másfél évtizede azon fáradozik, hogy segítse a településen élőket, főleg a fiatalokat, a gyerekeket az oktatás terén. A bál bevételéből a helybeli iskolásokat támogatják a közeljövőben. Molnárné Kovács Nikoletta már régóta Attala község lakója. Szereti ezt a települést, szívesen megtesz érte sok mindent. Számára természetes, hogy most itt van és támogatja a rendezvényt. A gyerekeink is ide születtek, és szeretnénk, hogyha ez a falu teljes mértékben tehát fejlődne. És jó, hogy vannak ezek a jótékonysági bálok, mert ezekből a pénzekből azért elég jó dolgokat szoktak összehozni. Elég jó dolognak tartom azt, hogy ezek a pénzek olyan rendezvényekre mennek, mint például most volt a húsvéti hagyományőrző locsolás, amit én szoktam szervezni. Immár ugye ez a második év, hogy megszerveztük idén, és azt mondom, hogy nagyon jól sikeredett, és ugye tehát a zenészt is ki kellett fizetni, és ezekből a pénzekből vannak finanszírozva. Az attalai lakosokon kívül akad olyan ember is, aki más településről származik, azonban egyéb kötődése miatt most mégis támogatja a jótékonysági rendezvényt. Én azért tartom fontosnak, mert egy kicsit összehúzza a lakosságot, egy csapatépítő jellegű ez az egész történet. A barátok, a távoli rokonok így össze tudnak jönni, és egy közös, nagyon jó célt képviselni, hogy a falut, egy alapítványt, egy jótékonysága, itt legyen ez bármi, itt egy falut ugye képviselünk, és támogatjuk, amint lehet. Akár egy ajándéktárgyal, egy tombola felajánlással, akár anyagi támogatással. A jó hangulathoz elengedhetetlen a jó zene. Bodó Peti 17 éve báli és lakodalmas zenét játszik. Most is ő fogja a talpalávalót húzni. Régebben járt zeneiskolába, és akkor jött az ötlet, hogy ezt a fajta zenét szeretné folytatni későbbi élete során. Sok száz dalt kell tudni. Igazából mindig megvannak az aktuális lágerek, minden évben jön egy új szinte, ami
egy évig is, kettőig is láger, és mindig az új dalokat is megtanulom és játszom. Szintetizátorral énekel, én zenélek, apa pedig énekel velem. Szoktam kísérni csapatokat zongorán, vagy hogyha vannak rendezvények, most például egy Petőfi évforduló alkalmából egy rockszínkörrel lépek fel Petőfi születésének 200. évfordulóján. Húsvétkor itt a Talában harmonikával locsoltuk meg a hölgyeket, lányokat. Ez már hagyomány tavalyi évben is volt. Tavaly kezdtük itt a faluban, és szerintem nagyon nagy sikere volt ennek a hagyománynak is. Itt a környékben, Somogyban és Tolnában zenélek legfőképpen. A több mint 15 éve alakult Attala Községért Közalapítvány fő célja a település iskolásainak támogatása évente egy alkalommal. A legjobb tanulmányi eredményt elért tanuló minden évfolyamon kap egy bizonyos összeget tanulmányai további megsegítésére. Plusz a Burza Hungarika egyetemistáknak, főiskolásoknak van egy pályázat, és abba is az alapítvány beszáll, és azt is támogatjuk így az önkormányzattal együtt, valamint az iskola és az óvoda részére szoktunk mindig felajánlásokat, most éppen tavaly évben az általános iskolásoknak mi vettük meg a ruháikat, a táncos ruháikat, a néptáncos ruháikat, tehát megkeresnek bennünket, hogyha valamire szükségük lenne, ők nem tudják finanszírozni, hogy az alapítvány be tud-e segíteni nekik, valamint a községben lévő rendezvényeket. Nagyon sok a felajánlásunk valóban, a községben lakóktól kaptunk nagyon sokat, van, aki csak pénzadományt adott, mert az alapítványunknak valóban csak ebből a bevételből, a bál bevételéből és az 1%-os felajánlásokból van, és itt nagyon sokan adtak pénzadományt, nagyon sok tárgyadományunk van, Dombováról nagyon sok üzletvállalkozó, aki ajánlott fel, éttermek, hát rengeteget lehetne felsorolni, akik adtak adományokat, és hát ezt reméljük, hogy az itteni bálozók nagy örömére fogjuk kiosztani. Mivel az alapítványunk ugye abból szerzi a bevételét, hogy bált rendez és az 1%, tehát mi minden alkalmat megragadunk arra, hogy azt mondjuk, hogy aki csak teheti az 1%-át, az a községünknek, az alapítványnak ajánlja fel. A tagok is részt vesznek az önkormányzat által szervezett rendezvényekben is. A hétvégén megrendezett jótékonysági bál belépőjegyeiből, a tombolatárgyainak bevételéből és a pénzadományokból összejött összeggel sikeresen tudja céljait megvalósítani, mint például az ösztöndíjpályázatokat is kifizetni az Attalai Községért Közalapítvány. Interaktív élőzenés előadást tartottak a Dombóvári Művelődési Házban. Rékasi Károly színművész a költészet napjára elhozta Petőfi Sándor ritkán hallott műveit. A művész 50 percnyi anyagot merített legnagyobb költőnk költészetéből. Kigyúlt egy csillag, kiskörös. Nem célom, s tudásom is kevés lenne ahhoz, hogy a gyújtófényű csillag útjának minden pillanatát megpróbáljam önök elé tárni. De vannak dolgok, amikkel életünk során szinte egyé válunk, ami a részünké lesz. Nem is mindig keressük az okot. Egyszerűen jó. Petőfi Sándort zseninek tartja a Rékasi Károly. Káprázatos világot képvisel a színész szerint a költő. Petőfit kevésbé ismert oldaláról szeretné bemutatni előadói estje alkalmával. Az Úti rajzok című kiadványra gondolok, amiben Petőfi Sándor leveleit gyűjtötték össze. Gyakorlatilag egy évnyi utazás, egy évnyi életút egy órába sűrítve. Gondolom, hogy hallatszik is, hogy odabent már a beállás, a hangbeállás folyik. Egy káprázatos zongoraművésznővel, Somlai Valériával szűrtük össze a levet. És például én szeretem az új dolgokat, nem szeretem az általános előfordulásokat, így aztán például a videó és az élő zene is helyet kap ebben az előadásban. Az Alföld című vers az először képekben, fotókban és zenében szólal meg, majd utána a prózai előadásban. Tehát szeretem az újszerű dolgokat, ezekkel az újszerű impulzusokkal próbálom meglepni ma is a nézőket. Eddig sikerült, remélem, hogy ma se vallunk kudarcot. Amikor főiskolás voltam, és szeptemberben a kollégiumba indultam, mindig ugyanazt a 6 könyvet préseltem be a táskámba. Közülük három,
Petőfi Sándor összes versei és Petőfi Sándor útirajzok. Miért is? Talán mert az Alföldön nőttem föl. Mert tanulás helyett jobban szerettem kibámulni a szemközti fákra, ott figyelni a vadgalambokat, a fák fölött a felhők játékát, vagy bolyongani a dűlőutakon, bámulva a madarak röptét, vagy hallgatni a halastónál a békák zenét. Lékasi Károly szerint a magyar költészetben az egyik legszebb szerelmes vers, ami valaha is megszületett, az a Szeptember végén című költeménye Petőfinek. Az es nem csak a költészet napján hangzik el, hanem járja vele az országot. Minél több helyszínen szeretné bemutatni Petőfi Sándor költészetének eme ritkán ismert oldalát. Épp a feleségemmel erről beszélgettünk, hogy gyakorlatilag ennyire hosszú monológot, ez olyan 47 percnyi saját szövegmondással telik el. Mindenki engedelmére 47 percnyi szöveget egy előadásért nem tanulok meg. Nekem nincs annyira jó memóriám. Élve a lehetőséggel, azzal az alkalommal, hogy Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben, országjáró turnéba kezdtünk. Nem csak ebben a pillanatban, ebben az egész évben, tehát nem csak ehhez a dátumhoz kötődően, az egész évben olyannyira szeretnénk ezt az egész évben vinni, mutatni, hallgattatni, együtt megéletni a nézőkkel az egész országban, hogy például nagy örömömre általános iskolákba is eljutottunk már. Ahol én úgy gondolom, a gyerkőcöket eléggé hidegen hagyja az, hogy most ő 200 éve született vagy sem, hanem meg tudjuk mutatni azt a jelenlegi világhoz, jelenlegi gondolatisághoz kötődő költőt, akiről kiderül a fiatalok számára, hogy nem csak a forradalmár költőről, nem csak a forradalmár Petőfiről lehet hallani, és róla tudomást szerezni. A Pitagorasz tétel egyáltalán nem hozott lázba, teljesen hidegen hagyott. Ellenben mindig kaptam az alkalmon, hogy édesapámmal ülhessek a lovaskocsi bakján hosszú órákon át, és csak beszéljünk, akár nem is ránézve a másikra, csak érezve egymást. Igen, az életet akartam tudni, nem az ohm törvényt. Így egyenlő úperen egyébként. És ezt a forrongó élni vágyást olvastam ki Petőfi Sándor soraiból. Ezért utaztak velem ezek a könyvek. Nem csak kötelező versek vannak, hanem ott van az a pasas, aki éppen úgy, mint manapság, véleménnyel bír a külvilágról, véleménnyel bír a körülötte lévő világról, és aki oda meri mondani. Tehát nekem ez volt nagyon-nagyon szimpatikus, amikor ezt a kötetet olvastam, forgattam, ehhez válogattam össze a verseket, csodálatos zenei társra akadtam Somlai Valéria személyében. Úgyhogy összeállt így az 50 perc, ami nagyon nézhető, és ami számomra rendkívüli módon meglepő volt, de nagyon nagy örömömre szolgált. Nem egy alkalommal, amikor vége van az előadásnak, oda jönnek nézők közül, és mondjuk egy aláírásért, egy fotóért, bármiért, és nem egy esetben pedagógusok elmondták, hogy miért nem így tanítjuk Petőfit. Azt gondolom, nem. Én úgy érzem, hogy számomra ez a legnagyobb elismerés, hogy tudok valami olyat mutatni, akivel már százezrek és százezrek találkoztak, százezerszer és százezerszer, és mégiscsak van benne új. A költészetnapi megemlékezésnek a Dombóvári Művelődési Ház adott otthont. A szobámba tudtam adni, hogy készüljek. Egy óra negyed múlva feltelepettem a szekéret. Utitársaim már fönnültek, egy borkereskedő zsidó, egy erdélyi szász, almár, egy lengyel katonatiszt, és egy tószületésű pápista pap, csinos fiatal húgával. Már aminek a tisztelendő úr nevezte a hölgyet. Már elhagytuk Gyöngyös, elhagytuk Kápolnát, míg ön egyik másik utitársammal beszédbe kezdtem ereszkedni. Most se szóltam volna. De amint kiértünk a hevesi rónára, tisztelendő uram elkezdte gyalázni a sítot, mire kötelességemnek tartottam védőszót emelni, mégpedig amúgy Petőfi modorában. Azaz egész illendő korombasággal. Nem tettek róla, de a szeretőmet és a franciákat és a túrós tésztát,
és a rólaságot füle hallatára ne gyalázza senki. Ettől kezdve folyvást diskutáltunk a tiszteletbe urammal, kiről csak hamar kiderítettem, hogy primo, roppant magyar gyűlölő, secundo, roppant arisztokrata, tercio, roppant nagy szamár. Egyéb szép tulajdonsága nincs. Önök Kapos Menték magazinunkat látták. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!